Jó napot kívánok, kedves nézők! Önök a Szivárvány TV-nek a 2017-es decemberi kiadását láthatják. Balogh Csendre vagyok, lássuk, hogy mi történt mostanában. A 7. és a 8. diákjaink a Kolping iskolába látogattak, ahol a továbbtanulási lehetőségekről tájékozódhattak. Az intézmény vezető előadása után meglátogattuk a tankonyhát, megestük, hogyan dolgoznak a szakács és a konyhai kisegítő tanulók. Hogy készül a rántott hús? És a munka megosztás az hogy van, hogy a saját maguk mondták be a feladatokat? Hozták, hogy ki miért feladatot csinál, természetesen kanálni, hogy mindig próbálják voltak, hogyha valaki most ételt készít, követett készítsen, vagy valami hasonló. Meglátogattuk a szociális gondozó és az ápoló osztályt is. Egy tanórán. Ez ösztöndíjas képzés, tehát tulajdonképpen hiány szakmának számít, elég jó ösztöndíjat adnak a gyerekeknek. 3 év alatt van meg a képzésünk, és 2 év alatt lehet utána érettségit szerezni. Többek között női szabó, asztalos, kertész, szakács, konyhai kisegítő, fargondozó, virágkötő szakmák várják a mostani 8-osokat. Idén ismét eljutottunk a szexárdi kori pályára. Jó munka volt, élveztem mindenki, reméljük lesz még ráadás. Decemberben iskolánkba is ellátogatott a Mikulás. Türelmet várták a kicsik és a nagyok. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Éppenséggel most várjuk a Mikulás, hogy mikor találjuk és kezdjük egy kicsit tanulni. Énekkel, zene szóval köszöntöttük. És a szorgalmat is kiértékelte a Mikulás bácsi. Dolnai igazán jó fiú vagy, amikor érzed a határokat. Figyelj rájuk és tanulj végre. Virgácsot senki nem kapott, úgy tűnik, így csipajú gyerektan. Iskolánk tanulói és tanárai színes karácsonyi műsorral zárták az évet. Volt, aki verset szavalt, volt, aki élő hangszeren adott elő karácsonyi dalt. Egy régi névhagyományt keltett életre. A suprikálást. A suprikálást. A pedagógus kórus szívhez szóló dallal zárta a műsort. A műsoron részt vettek a szexárdi nőegylet képviselői. Is. Ja. Akik jó voltából karácsonyi jutalmakat kaphattunk. Lássuk a sportot! Eredményesen szerepeltek a tanulóink a bonyhádi atlétikai versenyen. Szekszárdon rendezte a FODIS a megyei asztaltenisz bajnokságot, ahonnan Rácz Gábor továbbjutott az országos döntőbe. Budapesten jár iskolánk csörgölabda csapata. Itt belekóstolhattak a profik játékába. Iskolánk adott otthont a megyei zsinórlabda bajnokságnak. A kiváló paksi és bonyhádi
ellenfelekkel szemben. Vívott küzdelemben a második helyet tudtuk megkapanítani. Végezetül az időjárás. Akár esik, akár süt, a szivárványra mindig lehet számítani. Jó, és most? Hát komolyan,